A német parlament megszavazta a bevándorlási törvény puhítását jelentő jogszabálymódosítást, ennek célja, hogy több szakképzett munkaerőt vonzanak Európa legnagyobb gazdaságába és segítsenek az egyre több szakmában jelentkező munkaerőhiány kezelésében. A tervezet egy olyan pontrendszert irányoz elő, amely figyelembe veszi a szakmai tapasztalatot és más tényezőket, olyan országok által már alkalmazott rendszerek mintájára, mint például Kanada. Enyhíti a belépési szabályokat azon informatikai szakemberek számára, akiknek nincs egyetemi végzettségük, de szakképesítéssel rendelkeznek. Azok a március 29-e előtt érkezett menedékkérők, akik képesítéssel és állásajánlattal is rendelkeznek, szakmai tartózkodási engedélyt kaphatnak, ha visszavonják menedékkérelmüket. Így nem kell elhagyniuk az országot, és nem kell újból munkavállalási engedélyét folyamadniuk. A magasan képzett munkavállalók több rokonukat is behozhatják Németországba, feltéve, hogy anyagilag is el tudják őket tartani. Elemzők szerint Németországnak évente mintegy 400 ezer szakképzett bevándorlóra van szüksége, mivel az ország előregedő munkaereje egyre csökken.